Folytatja az elnökválasztási kampányt Hillary Clinton. A demokrata elnökjelölt orvosának legújabb jelentése szerint Clinton elég fit ahhoz, hogy elnök lehessen. Szakértők szerint ugyanakkor továbbra is elképzelhető, hogy súlyosabb betegség áll a háttérben. Közben Donald Trump élőadásban mutatta be a saját állapotáról szóló orvosi jelentést. Kiderült ugyanakkor, hogy a republikánus jelölt jótékonysági alapítványát szabálytalanságok miatt vizsgálják. Ezek a felvételek néhány napja készültek, amikor Hillary Clinton ájulás közeli állapotban hagyta el a szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján tartott megemlékezést. Az elmúlt napokban ellentmondásos hírek jelentek meg egészségi állapotáról, szerdán azonban Clinton kezelő orvosa tette közzé jelentését. Lisa Berdek szerint az elnökjelölt állapota az antibiotikumok és a pihenés hatására javult. Az orvos azt is megerősítette, hogy Clinton kiváló szellemi állapotban van, és továbbra is alkalmas az elnöki poszt betöltésére. A volt külügyminiszter így csütörtökön már több hivatalos rendezvényen is megjelenik, bár a kórház elhagyásáról készült felvételeken többen egy Clinton dublőrt sejtenek. Az egészségével kapcsolatos kételyeket táplálhatja, hogy továbbra sem lehet kizárni. A rejtélyes rosszulétek mögött komolyabb betegség áll. Bill Clinton egy tévéműsorban beszélt felesége betegségéről, amit a csatorna később kimoderált a beszélgetésből. Most jól van, bár ez egy rejtély számomra is az orvosok számára, hiszen sokszor, illetve nem sokszor, ritkán, de több mint egy alkalommal az elmúlt sok-sok évben előfordult vele, hogy súlyosan kiszáradt, mondta a volt elnök. Közben Donald Trump látványosan próbált tőkét kovácsolni riválisa egészségügyi problémáiból. A republikánus elnökjelölt Dr. Ozzie Talk show-jában húzta elő a saját állapotáról szóló orvosi jelentést, amely szerint kitűnőek az adatai, csupán egy kissé túlsúlyos. A műsorvezető ugyanakkor emlékeztette Trumpot, hogy ha megválasztják, ő lesz a legidősebb elnök, aki a Fehérházba költözik. Ugyanannyi idős vagyok, mint Reagan elnök volt, és Hillary is csak egy évvel fiatalabb. Ugyanolyan jól érzem magam most, mint 30 éves koromban, szögezte le az elnök jelölt. Donald Trump az elmúlt napokban a szokásosnál is nagyobb vehemenciával támadta demokrata riválisát. A politikus legutóbb egy metodista gyülekezet előtt kellett félbeszakítani, miután a megbeszéltek helyett Clinton szidalmazásába kezdett. A lelkész azonban nem habozott Trump szavába vágni. Mr. Trump, azért hívtam meg, hogy köszönetet mondjon azért a munkáért, amint Flintben végzünk, és nem azért, hogy politikai beszédet mondjon, mondta a gyülekezet lelkésze, a felszólításra pedig Trump visszatért az eredeti témára. A republikánus jelölt az elmúlt napokban ugyanakkor komoly muníciót adott kritikusainak. New York állam főügyésze bejelentette, feltételezett szabálytalanságok miatt vizsgálják Trump jótékonysági alapítványát. A gyanú szerint a szervezet 25 ezer dollárt adott Florida főállamügyészének, miután Pam Bondi nem indított nyomozást a Trump Egyetem ellen csalásvádjával. A rendszernek nem így kellene működnie. Ez egy korrupt rendszer, amely az amerikai nép ellen dolgozik. Akik pedig részt vesznek ebben, börtönbe kellene menniük, nem a Fehérházba, mondta New York állam képviselője. Trump kampánycsapata eddig nem reagált a vádakra, de egyébként sem lenne nehéz dolga. A vizsgálatot kezdeményező főállamügyész ugyanis korábban nyíltan kiállt Clinton mellett.